Henry Bulád, alexandriai jezsuita atya kopt szentmisét mutatott be csütörtökön délelőtt a Pesti Jézus szíve jezsuita templomban. Páter Henry Bulád, a világhírű kairói jezsuita szerzetes szentmiséjére megtelt a jezsuita templom, ahova az ország számos részéről még Szegedről is érkeztek zarándokok. Bulád atya a mise kezdetén néhány szóban ismertette a kopt szertartás menetét, melyet francia és arab nyelven celebrált. Szentbeszédében a közellevő Istenről beszélt. Hosszú évekkel lettek ahhoz, míg a katolikus hívők a rettenetes büntető Istentől eljutottak a hozzánk lehajló közel Istenhez, mondta. A megtestesülésben közénk lehajló kegyelmet példákkal is illusztrálta. Arra azonban vigyáznunk kell, figyelmeztetett Bulád atya, hogy a közelségben ne vesszen el Isten nagysága. A kopt, francia és görög nyelven elhangzott szentmisét megtekinthetik a Bonum műsorán.